visszajössz? Nem tudom. Szerintem felelőtlen lenne itt gyerekeket születni. Láttam, hogy fényképeket készített. Hova készítette? Kinek? Készítettem a nényémnek, a barátnémnek, a szomszédasszonyomnak, a bátyámnak a házat, hogy mutassak meg, hogy még van. Nyílnak a virágok, hogy lássak, hogy azért mindent nem bírtak elpusztítani. Ilyen romokat 98 után rengeteget takarítottunk, meg hordtunk el. Ha már 97-ben elkezdtük Szent Lászlón, az első munkálatokat az erdélyi négy püspökség jóvoltából kezdhettük el, mert Erdélyben annyi pénzt tettek össze, hogy az összes cserepet megvették a templomra, és Erdélyből szállították le a fa szerkezetet, és az összes kelléket méretre hozták, 20 mester jött, és akkor ők, tehát itten állították össze. Igaz, hogy a gyülekezet is kivette ebben a részét, ki is kellett, hogy vegye. Magyarországról is jöttek? Igen, voltak fiatal csoportok, akik eljöttek nekünk segíteni, dolgozni, de voltak szakemberek is, tehát statikusok, építészmérnökök, lelkészek. Itt látszott az, hogy mi egyek vagyunk. Tehát ekkor lehetett érezni, hogy tényleg ott van a testvériség. Mi sportolt? Mert, szóval az izomzata az nem kimondottan püspöki izomzat. Mondjuk olyan sok püspököt nem láttam. Hát igen, igen, igen. Hát ilyen keleti sporttal foglalkoztam hosszú-hosszú éveken keresztül. Mi harci sportok? Igen, igen, igen. Úgyhogy barna öves voltam. Hát több mint 10 évig csináltam. De mit? Hát, karatét. És ütött a lelkész, meg rúgott a lelkész? Hát akkor még fiatal voltam. Akkor még fiatal voltam. Azért a fiatalságban sok bolondság is van. De közben fociztam is. Ugye először kapuskodtam néhány éven keresztül, aztán balszélsőt játszottam. Úgyhogy mindig azért kivettem a részemet ezekben. Azt mesélik, a püspök úr ismeretlen fiatal lelkészként úgy került a faluba, hogy egy foci meccsen beállt játszani és elkápráztatta a falubelieket. Sokáig nem is nagyon lehetett eldönteni, hogy most végül lelkészt keresett a falu, vagy egy jó játékost a helyi csapatba. A Szentlászlói Református templomban hálaadó Isten tiszteletre gyűltek össze az emberek. Arra emlékeznek, hogy 10 éve költözhettek vissza a háború után a falujukba. A szertartást apa és fia, Kopácsi Kettős János püspök és Kopácsi Kettős Attila, a falu új, fiatal lelkésze tartja. A Szentlászlói iskolába megyünk. Arra vagyok kíváncsi, hogy a gyerekekből vajon ki lehet-e írtani az évszázadok óta újra és újra fellángoló gyűlöletet, hogy ez így megy majd hetedíziglen. Az iskola a szomszédos szerb falu Palacsa határán fekszik. Hagyományosan szerb, magyar és horvát gyerekek jártak ide. Kelemen Dávid a háború előtt matematika tanár volt, ma ő az igazgató. A háború előtt, amikor itt tanárként dolgozott, akkor érezhető volt bármiféle feszültség a magyar, a horvát és a szerb gyerekek között? 1991. február-március folyamán kezdődtek azok a jelek mutatkozni, amelyek utaltak, hogy valami készül. Gyerekeket a szülők kezdték az iskolából visszahúzni. Egy hétig, két hétig nem engedték járni az iskolába, mert azzal az indokkal, hogy veszélyeztetve vannak a gyerekek. Sőt, ezek szerb ajkú, igen, a szerb ajkú gyerekekről beszélek. Uh-huh. Azok voltak az első jelek, hogy valami történik.
Pedagógusként ezt hogy élte át, amikor ezt látta, hogy a gyerekek hozzák magukkal a szülők gyűlölködését? Nem tudtuk elhinni. Valóban nem hittük el, hogy ilyesmi vár ránk. Gondoltuk, hogy majd csak időközben lecsillapodnak a tenziók, de hát sajnos mind nagyobb és nagyobb lett a váz. Amikor 91-ben kirobbantak a harcok, itt húzódott a frontvonal. Az iskolát szétlőtték, kitelepítették, és csak 9 évvel később indult újra a tanítás. Az igazgató úrral bekukkantunk néhány osztályba. A 8. Svetlana Tomics matematika órát tart. Svetlana az egyik szerb tanárnő az iskolában. Azt mondja, soha nem érzett semmiféle megkülönböztetést, hogy szerb létére a kis magyar faluban tanít. A gyerekeken ugyan lehet még érzékelni a feszültséget, otthonról hozzák magukkal a szülők sérelmeit, de a tanárok állandó készenlétben állnak, és ha felmerül bármiféle ellenségeskedés, szeretettel, de nagyon határozottan azonnal közbelépnek. Az a fő, hogy mi itthon vagyunk. A nyugalom megvan a magunkéba, és az legjobban tetszik nekünk. Beköltöztek, visszaköltöztek a faluba, akkor mi történt? Mikor megkaptam annak a háznak a kulcsát, ami nem az én hazám volt, amit nem választottam, amit nem akartam, amit nem szerettem, akkor belítettem a zsebembe, és hetekig a zsebembe hordoztam, és tartottam görcsösen, hogy nekem most oda, hogy fogok én oda visszamenni, az nem az én otthonom. De nem a saját házát kapta vissza? Nem az épült fel? Nem. Visszakaptam egy házat, amit nekem eltervezett egy mérnök. Saját telkömön volt, de nem az én házam volt. Nekem az volt a legnehezebb, hogy nem mi jöttünk haza, nem ugyanabban a faluba jöttünk haza, és a szomszédaink se ugyanazok. És mi se, egy egész más élet, egy új életet kellett kezdeni. Eduardo két volt katonatársával az egyik kocsmában találkozunk. És van még feszültség a szerbek és a magyarok között? És ez nem lesz soha vége. Igen? Soha. Se a magyarokkal, se a horvatok. Soha. Itt háború előtt nem voltak problémák, vagy voltak? De akkor is. Együtt ülsz az első osztalytól 8. osztályig a padba. Azt, amikor eljött a kezdete, még senki senkit nem lőtt agyon, mikor bejött a jugoszláv hadsereg, akkor én voltam az a zödből, aki a vasúton alt, az ezzel a gyerekkel, aki 8 évig ült a padda én mellettem, azt mondom neki, hallod, itt nincs problém. Én nekem az az én barátom, azt felelte. Ezt te mondhat, akinek akarod, én azt mondom te neked, hogy én nekem annyi erőm van, hogy 5 perc alatt ledütöm a falut, és ne is dütöm, ne feled el. Rányisztem, akkor mintha egy ördögöt láttam volna, nem azt a gyerket, aki én velem ült nyújt a szendégapádba. Itt a problém. És az ümbernik benne van. Ezeknek az embereknek a sorsát megpecsételte a háború. Azért harcoltak, hogy megvédjék, ami az övék. De mire 5-6 év után véget értek a harcok és hazamehettek a falujukba, már nem volt se ház, se munkahely. Lerombolták, szétlapkodták. Akit néhány éve még hősként ünnepeltek, most 30-40 éves rokkannyugdíjasként otthon vegetál, vagy bujkál, nehogy háborús bűnösként bíróság elé állítsák. És buknak fel a megemésztetlen sérelmek. Mit tettek a szervek az első világháborúban, és mi lett velünk magyarokkal Trianon után? Hogyan gyilkoltak magyarok szerbeket 41-ben, és hogyan bosszulták meg ezt a szerbek 2 generációval később Szent Lászlón? Mindenkinek van jogos sérelme, és mindenkinek csak a saját sérelme fáj. Az ember azt gondolta volna, hogy megnyerték a háborút, végigharcolták, hősök voltak, akkor utána mindenféle elismerés jár. Jobb lesz az élet, és amerre járok, mindenki panaszkodik. Horvátul úgy mondok, hogy szaka revolúcia, jede svoj djeco. Minden forradalom megeszi a gyermekeit. Ez tiszta igazság. Azt gondoltad, meg azért is harcoltál, hogy most olyan országot csináljunk, hogy itt mindenkinek jó lesz. Nem lesz ennyi bürokráció, nem lesz ilyen, nem lesz olyan, nem lesz ez. Megjött az új állam. Most azt mondjuk, hogy
Úgy érzed magad, hogy ebbe persze még van csak a neve Horvátország. Néhány évvel ezelőtt Eduardo a Mátrába költözött egy csöndes kis faluba. A háza kívülről alig különbözik a többitől. Talán a kapu kicsit más. Ki mondjon le? Mindenki. Mindenki mondjon le? Mindenki. Békés fogadtatás, ezek bombák vagy micsodák? Bombák, ilyet nem mondjam. Mi, akna vagy mi ez? Nem, ez egy tüzességi lövedék. És honnan vannak ezek? Ez, micsoda, ez is valami robbanó szerkezet? Az meg nagyobb aknavetőnek a része,